A fehér orosz Vasil Kirienka nyerte az Egyesült Államok beli Richmondban zajló országúti kerékpáros világbajnokság időfutamát. Az 53 kilométeres versenyen az egyetlen romániai kerékpáros a honosított moldáv Sergei Cvetkov volt, aki az 54. helyen végzett. Erdélyi rangadóra kerül sor holnap este a labdarúgó első ligában. A Marosvásárhelyi ASZEA a jóformában levő kolozsvári CF-et látja vendégül. Volt csapata ellen mutatkozik be az ASZEA kispadján az olasz Cristiano Bergodi. A szakember elismerően nyilatkozott volt klubjáról, és elmondta, szép emlékek fűzik ahhoz az időszakhoz, melyet a kincses városban töltött. Természetesen izgulok, mivel dolgoztam a kincses városban. Két éve tartózkodtam Romániában, amikor 2006-ban Kolozsvárt az európai kupákba vezettem. Ezért természetes, hogy amikor a CFR ellen játszom, izgulok. Az ASZEA keretéből két játékos biztosan nem léphet pályára. Luis Pedro büntetése miatt, Usman Endoy egészségügyi problémák miatt. A mérkőzés holnap este 21 órakor kezdődik. Vereséggel mutatkozott be a rögbi világbajnokságon Románia. Az angliai tornán a tölgyfalevelesek ellenfele Franciaország volt. Jól kezdte az összecsapást a romániai rögbi válogatott. A tölgyfaleveleseknek becézett román csapat az első fél órában egyenlő ellenfele volt a sokkal jobban jegyzett franciáknak. Fordulat azután következett be, hogy Paulika Jon 10 perces kiállítást kapott, így a megfogyatkozott románok gyorsan kaptak két célt, és félidőben 17-6 volt az eredmény. Szünet után a franciák eredményesebb támadásokat vezettek, és végül 38-11-re nyerni tudtak. Kemény meccs volt, 60 percen át jól játszottunk. De fontos lenne a fegyelem, mert láthatták, gondunk volt emiatt. Úgy gondolom, 60 percen át jobbak voltunk, de utána elfáradtunk. Gratulálok Franciaországnak. Románia következő ellenfele Írország lesz, a találkozóra vasárnap kerül sor. A romániai válogatottnak tagja a kolozsvári Minya Gál Csaba is.